Sziasztok! Sorozatunk újabb részében ismét egy régi rajzfilmet hoztam el nektek. Ez pedig nem más, mint a csodálatos Ferdinánd. Csodálatos Ferdinánd egy néhány részből álló lengyel rajzfilm sorozat volt, amely a 70-es évek második felében készült. Magyarországon a 80-as évek elején, de még a 90-es években is műsorra tűzte a Magyar Televízió. A rajzfilm Ludwig Jerzy Kern mesekönyvéből született. A mesekönyvet egyébként magyar fordításban is megtalálhatjuk, Tüneményes Ferdinánd címmel. A történet egy kutyáról szól, aki arról álmodozik, hogy ő egy ember. Az első részben, miután mély álomba szenderül, álmaiban két lábra áll, felöltözködik és járja a várost. Mint sok más ember, ő is étterembe jár, megfordul egy szállodában, napozik a tengerparton, vonaton utazik, és még sok más helyen megfordul. A mese mindössze 7 részt élt meg, és az egyes részei is csak 9 percesek. Ennek ellenére, mint oly sok más lengyel mesefigura, ő is kiérdemelte, hogy egy szobrot állítsanak róla a lengyel Lóczi galéria előtt. A csodálatos Ferdinánd egy kellemes hangvételű mese, amelyre sokan szeretettel emlékezünk vissza.